Lehet szeretni vagy utálni, de az tagadhatatlan, hogy a Diablo széria gaming történelem egyik legfontosabb játéka. Generációk nőttek fel az első, a második, de már a harmadik részen is. A Diablo játékok mindig is a gaming égkövei voltak, pedig a sorozat nem volt mentes a gondoktól. A Diablo 2 és a 3 is tele volt botokkal, a játékosok folyamatosan megpróbálták átverni a másikat, és persze a csalókkal is meggyűlt a széria baja. Pár nap múlva érkezik a Diablo 4, ami reméljük, hogy nem hemzseg majd akkora hibáktól, mint az eddigi epizódok. Ebben a videóban azokat az eseteket gyűjtöttük össze, amikor a Blizzard nagyot hibázott, méghozzá a Diablo játékok kárára. Szia uram! Végtelen pénz érdekel? Az első glitch a vagyonunkat célozza, pontosabban azt, hogy egy kis trükkel annyi pénzünk lehet, amennyit nem szégyellünk. Ehhez csak egy teli inventory kell, egy 5000 goldos halom a földön és egy kis apró, ami szintén a táskánkban figyel. A lényeg annyi, hogy fel kell venni a földről a teli stack goldot, amikor nálunk csak egy van. Ilyenkor a játék feltölti maxra a saját tárcánkat, de a kézben lévő halom is megmarad. Innen pedig csak ismételni kell a dolgokat, amíg elég zsi össze nem jön arra, hogy megnyithassátok Tristramban az első meg Diablo éttermet. Ideje befalazni azt a meteort. A Dia 2-ben nem volt automatikus mentés, amikor a játékos kilépett az aktuális runból. A Battle.net akkor tárolta el az adatokat. Annak is, aki kilépett, és annak is, aki még bent maradt a játékban. Ez általában pillanatok kérdése volt, de ha beütött a lag, akkor ez a folyamat több időt vett igénybe, akár másodperceket is. Szóval, ha akadozott a szerver, amikor valaki kilépett, akkor volt egy rövid idő, ami alatt ki lehetett dobálni a cuccokat a földre, angolosan távozni és kezdeni egy másik játékot. Mit ad Isten, a szerver az első mentés állapotát véste fel, szóval a cuccaink még mindig ott figyeltek rajtunk, de ezzel egy időben ott maradtak a földön is. Viszont várni egy random lagcunamit nem túl érdekes, ezért a játékosok csináltak maguknak egyet. Egy Sorceress és egy Necromancer a falunk kívül elkezdte spamelni a Bonewall és a Meteor képességeket. Ez pedig olyan FPS dropot és lagot okozott, hogy azt egy PowerPoint diavetítés is megirigyelte volna. Strafe to win. A Strafe glitch az S28-ban jött be. A lényege pedig annyi, hogy a Demon Hunter folyamatosan Strafe-ben van, abból egyszer sem esik ki. Viszont a lifesteal értéke maradott, ahol először lenyomták az egérgombot. Ha sikerült elkapni a pillanatot, akkor ez a szám kiugróan magas, és onnantól kezdve lehet átmenni egy hiperaktív sündisznóba, aki pillanatok alatt lekapja az ellent. Teljesen mindegy, hogy milyen pofonokat kapunk, a lifesteal simán maxra húz pillanatok alatt. Persze a hibát a fejlesztők is gyorsan észrevették és javították is. Aki pedig kihasználta, az megkapta a saját jól megérdemelt bannyát. Ez befagyott, baleset lehetett. Azt mindenki tudta, hogy a Battle.net nem éppen a legstabilabb dolog a világon. A D2 története során a játékosok sportot űztek abból, hogy kifagyasszák az éppen aktuális runt. Ilyenkor nincs mentés, sőt teljesen mindegy, hogy önhibán kívül volt a kifagyás vagy sem, ezután 10 percre kidobott a szerver. Viszont az egésznek volt haszna is, mert így újra lehetett dobni a rúna szavakat. Ha kellett a maxos FCR, CTA vagy akármi más, egy mentés nélküli kör igazi áldás volt. Talán a leghíresebb crash módszer a Valkyrie bug volt. Az armor, ha jól rakták össze a rúnákat, akkor 10%-kal eltolt egy Valkyrie képességet. Ez a karakteren tökéletesen működött, de ha egy companionen volt a vért és ott proccolt, akkor a Battle.net úgy vágott ki, mintha muszáj lenne. 60 darab lett, maradhat? Ugyan a tárgyduplikációt nem a Diablo találta fel, de az egyszer biztos, hogy itt is szerető otthonra talált ez az exploit. A trükk megint a tattyó hibát célozza, de itt szükség van egy kis ügyességre is. A másolni kívánt cuccot egyszerűen le kellett dobnunk a földre, majd 5 lépés jobbra vagy balra. Aztán mehet a buksi, hozd vissza, és amikor már épp odaérünk, akkor az övről le kell kapni egy potit vagy egy tekercset. Ha jól csináljuk, akkor a cucc vörösre vált, és amikor eldobjuk, akkor varázsütésre az lesz belőle, amit felvettünk. Na mi van, Andariel? Kell egy pofon? Egy karakterrel, amikor végigpörög a végigjátszás, a különböző act bossok akkor dobják a legjobb cuccokat, amikor először leszedik őket. Onnantól kezdve, ha visszamegy az ember, már egy másik loot zsákból válogathat csak. Ezt Andarielnél meg lehetett kerülni. A módszer abban áll, hogy miután a pókasszony meghal, van pár másodperc az animációra, mielőtt a küldi úgy dönt, hogy véget ér. Ha ez alatt egyből visszamegyünk a városba, beszélünk Varivval és elutazunk keletre, akkor a quest már Lut Galinben ér véget. Ez pedig annyit csinál, hogy Andi összezavarodik és mindig a jobbik zsákját mutatja nekünk, mert valamiért mindig azt hiszi, hogy most halt meg először.
Ezzel a videó végéhez értünk, és bár megnéztünk pár emlékezetes hibát a rendszerben, de azt is tudjuk, hogy itt nem szerepel minden egyes exploit, ami valaha előfordult. Írjátok meg nekünk, hogy nektek melyik volt a legemlékezetesebb glitch a Diablo sorozatban. Reméljük, a Diablo 4 már mentes lesz ezektől a gondoktól, bár ennek szinte esélye sincs. Ha pedig még több ilyen videót szeretnétek látni, akkor iratkozzatok fel a csatornánkra, és nyomjátok be a csengőt is. Köszönjük a figyelmeteket, találkozunk legközelebb is!